Barcelona, ugye nagyon fegyelmet a csapat ellen játszottunk, hogy ők visszadják a saját példájuk, és onnan próbáltak megindulni. Egy 11-es az NFL tudott vezetni. Utána hamar ki tudtuk egyenlíteni a mérkőzést. Utána egy-egy volt óriási lehetőségünk arra, hogy megszerezzük a vezetést. Sajnos kimaradt. És folyamatosan azt gondolom, hogy próbáltuk őrölni az ellenfelet, aki nagyon jól oldotta meg a feladatát. Nem tudunk élni azon, hogy az ellenfélből kiállítottak egy játékost. Kicsit kapkodóban játszottunk, akkor nagyon szeretném már csapat, hogyha meg lenne az első győzelem. De összességében azt gondolom, hogy egy-két játékosnak kell többet hozzátenni, hiszen én azt gondolom, hogy az első fél időben is a széleken voltunk gyengék, ahol meg tudtuk volna nyerni a mérkőzést. Megvoltak az egyekek, és nem tudtuk meg őket érthetetlen módon. Úgyhogy ez óriási hiba volt a második fél időben, és ezt szerettük volna, hogy több pár harcot nyerünk a szélén. Akkor sem sikerült, úgyhogy ennek a meccsnek ez a legjobb tanúsága, hogy a csatárunk nem tudják kiharcolni az egyet, és az egyekben nem tudjuk úgy megvenni az ellenfelet, hiszen jól felálltunk, szét tudtuk húzni, meg voltak azok a lehetőségek a területek, és nem vettük meg őket érzetetlenül számunkra. Na, gondolom, hogy akkor is akaratban megint megmutatta a csapat, hogy ha jöttet is az ellenfél, mert tovább tette becsülettel a dolgát. Úgyhogy elkapunk a fonalat pláne előtt, tehát nem úgy elkapunk a fonalat, mert akkor már másképp fogják értelmezni. Előtt sokkal többet kell hozzátenni a támogatunkba.